As you guys might expect, this was my last home game. Bejelentette visszavonulását az NBA valaha volt legponterősebb európai kosárlabdázója, Dirk Nowitzki. A 40 éves német játékos amerikai pályafutása mind a 21 szezonját egy csapatnál, a Dallas Mavericksnél töltötte, ami egyedülálló a liga történetében. Nowitzki az első európai kosaras, akit az NBA legértékesebb játékosának választottak. Egyszeres bajnokként, 14-szeres All-Starként és a liga történetének 6. legeredményesebb pontszerzőjeként vonul vissza. Szerda hajnalban játszott utolsó hazai mérkőzésén is megdöntött egy rekordot. Ő lett a legidősebb játékos, aki 30 pontig jutott az NBA-ben. Nowitzki vezetésével a Dallas meg is nyerte a Phoenix Suns elleni találkozót. A csapat tulajdonosa Mark Cuban pedig azt nyilatkozta, hogy hatalmas szobrot fognak állítani a legendás játékosnak.